Edző és játékos cseréket követően érkezett Nyíregyházára az eddig várakozás alatt szereplő atomerőmű ese, amely 2 ponttal megnyerte a Kosárgazdag első negyedet. A második 10 perc 2 ponttal a hazaiaké lett, így egyenlő állásnál vonultak le a nagy szünetre a játékosok. Fordulás után sem változott a helyzet, egyik csapat sem tudott jelentős előnyt kialakítani, így a zárónegyed előtt teljesen nyílt volt a találkozó. 67-67 után azonban a cápák elléptek ellenfelüktől, 10 pontos előnyt építettek, és erre már nem volt válaszuk a vendégeknek. Pető Ákos együttese így győzelemmel zárta az alapszakasz első körét. Köszönjük a szurkolást a közönségnek, és örülök, hogy karácsonyra egy győzelmet tudunk a fájuk alá tenni. Valóban, ahogy Szett is elmondta, kicsikét puhán kezdtünk, viszont amit úgy érzem, hogy nagyon sokat fejlődtünk, hogy a védekezésünk volt most nagyon kemény a második fél időben, és ez egy olyan mérkőzés volt, amit a védekezéssel tudtunk megnyerni, és ez egy nagyon nagy előrelépés úgy gondolom a csapat életében. Most azon leszünk, hogy ezt a jó védekezést a Szegeden produkált első fél idős támadójátékkal tudjuk ötvözni, és így tudjuk végigvinni a szezonban. A vendégek edzője szerint a hazaiak kulcs embereinek egyéni megmozdulásai döntötték el a meccset az utolsó percekben a nyíregyháziak javára. Gratulálok a Nyíregyházának. 33-35 percig egy labdás volt a mérkőzés, a végén viszont elveszítettük a koncentrációnkat. Nem voltunk jók az egy-egy elleni szituációban, illetve nem használtuk ki a mismatch helyzeteket. Az ellenfél két legjobbját nem tudtuk megtartani a végén, ezért nem tudtunk nyerni. Időre van szükségünk, hogy még jobban összeálljunk. A forduló további eredményei a következők. Debrecen Szombathely 91-88, Oroszlány Alba Fehérvár 79-86, Zala Egerszeg Szolnok 77-78, Körment Kecskemét 105-78, Kaposvár Sopron 67-76 és Pécs Szeged 93-115. A tabella élén a Szombathely áll 12 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 12-es mutatóval rendelkező Szolnokot. A nyíregyháziak az év utolsó hazai meccsén, december 27-én hétfőn a Debrecent fogadják a Continental Arénában.